Sziasztok, zárul akkor a nagy maffia szága-sága, és megnézzük a hatodik évad, ez hatodik évad, zárul már nem évad. Is tudom követni. Borzasztó hosszú volt ez az évad, tehát 20-valahány rész, azért ez nekem, tudjátok, hogy ez az én tűrés határomon túl van, messze túl van. De az időzítésünk öntudatlanul tök jó. Igen, hiszen? Mert ezt amúgy nem így szántuk, nem azért kezdtük el akkor a Sopranost csinálni, ja. amikor láttuk, hogy jön majd ki a folytatás, hanem ezt már így tologattuk már másfél éve legalább, és most pont úgy fog kijönni ez a videó, hogy kb. Egy hétre rá elvileg jön ki a Many Saints of Newark. Hát igen, te mondtad ezt, neked, igazából az teljes sztori úgy néz ki, hogy te mondtad nekem ezt 226 ezerszer, és én meg egyszer rávettem végre magam, hogy megnézem. Valóban. Hát most nézzétek, ez az évad, ez rengeteg jó dolgot hozott, szóval itt volt történés, még úgyis ez nagyon hosszú volt. Eleve a felütés tetszik, tehát azt hiszem, hogy ez az évad most egy kicsit némely másik ellentétben jobban odaszögezett, mert tetszett ez a, hát ugye a lövés, tehát hogy ez jó. Tehát, hogy bármilyen groteszk de mennyire grotesz, és mennyire szörnyű ez az egész, hogy borzasztó az a kis nyomorult, véglény öregember, aki a saját paranoiáját hajtva lövi. Annyira szar, nem? Igen, de ez egy valami, ez egy kicsit olyan regényszerű esemény, amiben benne van az, hogy akkor tényleg megjavul-e az, akit lelőnek, vagy változik-e emberileg az, akit meglőnek. Tehát nem, de azért hat rá. Tehát egy ideig érzékelünk egy kicsit ilyen megtaláltam Jézus feelinget, de nem. Tehát, hogy... De egyébként apropó megtaláltam Jézust, én tudjátok nagyon jól, hogy én nem vagyok valláspárti, de ebben a sorozatban én magam is érzem azt, hogy olyan furán ábrázolják a papokat. Tehát nem csak az Intintóla atyát az elején, aki egy ilyen nyomulós, snorer szaralak, hanem utána volt egy színesbőrű pap, aki olyan hideg és rideg volt, nem tudom már kiment el hozzá, de nagyon hideg választ adott, tehát semmi együttérzés nem volt benne. Utána volt egy pap, aki meg kicsit úgy néz ki, mint ezek a vatikáni ilyen, azok a papok a mafiózó filmekből, akik így benne vannak a szarba, aki ez a Póli elmegy, amikor ugye rémeket lát, igen, és az is olyan, semmi emberség nincs benne, hanem csak mondja, hogy ezek a fekete mágia, ezt elutasítja az egyház, ne foglalkozzon vele. Ez tény. Jó, csak tudod, nem emberi a pap, és akkor most meg ebbe az évadon meg jön egy ilyen csillogó szemű őrült pap, aki magyaráz a Toninak, az borzasztó. Igen. Tehát valahogy úgy érzem, hogy így nem szimpatizálnak az egyházzal így hát a vagy készítőt. Nem annyira ismernek papokat, mert ugye nagyon sok filmnek a hibája az, hogy sztereotíp pap képekkel dolgozik. Tehát aki nem ismer ténylegesen papokat, az hajlamos azt hinni, hogy mindegyik pedofil, idióta, sérülésből lett papot, nem ez a valóság. Egy film, egy sorozat könnyen elköveteti ezt a hibát, hogy sérüléses papokat vesz alapul, holott ez egyáltalán nem jó kép, de tök jó észrevetted ezt valóban. Ez egy gyakori... Én csak azt hiányolom, hogy van a Calgary című film, például, tudod, a Brendan Gleeson, azt hiszem Calgary a címe. Uh-huh. Ahol a Brendan Gleeson pap és meg akarják ölni. A Brendan Gleeson pap... Ja, a Calvary! Calvary szóval. Ja, igen. Calvary, gondolkoztam, hogy tudok én. Jó, Calvary. Igen. Tehát, hogy tudod, most lehetett volna egy ilyen pap is. Ja, valaki, ja, aki ja, nagy hatású, ja. De nem, ezek olyan... Persze, ja, hát azért az egy valósabb karakter, tehát, hogy olyan is van. Nyilván mindenféle van, mint ahogy emberből is. Mindegy, a Tony nem tér meg. A Tony egy persze se tér meg, bármit is érez. A pszichiáter is rájön ebbe az évadba végre, hogy igazából csak felhasználja. Ja. Bizonyos dolgokat, amiket hall, beépíti a saját önmagát, a saját egóját védő világba, és tény. Ennyi. Tény. Szóval a Tony menthetetlen, igen, de még egy pillanatra beszéljünk az én kedvenc figurámról ebbe az évadba, és az a Vito. Tehát erről beszélni kell. Mindenképp beszélni kell erről. Többször elmondtuk, hogy ez a sorozat öntudatlanul reflektál egyébként a jelenünknek a problémáira. Biztos azért, mert valahol ebben a 2000-es évek fordulóján bontakoztak ki a jelen kihívásai, így például a melegséggel kapcsolatos kérdések is. Én szerintem nem véletlen, hogy ezek benne vannak. Szerintem nem feltétlen ezért van benne, hanem inkább azért, mert hogy ez egy nagy labda, mert hogy ez egy nagyon szélsőséges eset a maffián belül. És a maffián belül ennek sokkal durvább következményei vannak, mint hogy itt is látjuk, hát és egyébként látjuk. Tehát, hogy már minden, az inkvizíció, amikor beviszik a fogorvos gyereket, igen. Ahogy ott ő előadja, hogy nem, ő szopta le, nem tudom kinek, és tudod, ott azok az ilyen, olyan, mintha pitbullok ülnének ott, tudod, ilyen nagy, meg buldog fejű izék ülnének, és hallgatják. De nézd, Gyuri, azért azt tegyük hozzá, hogy
Most nem azt akarom mondani, hogy ez jogos, de szerintem, tehát ez olyan, mintha egy foci csapatba, az öltözőbe kiderülne valakiről, hogy hát szeretne beletúrni egy farba, mert ez elgyúri, ott ez elfogadhatatlan. Vagy akkor az egész jó, csak jó. Tehát így ez mi? Így... Miért hát ez a két tudom, véglet? Hát azért, én nem tudom elképzelni ezt a végletet. Hát én se, de hogy még ez még egy... Meleg, mindenki írt a buzit. Hát mert hogy, érted, mert még ezt tudom, de az nem állapot, hogy van egy, mondjuk tényleg egy férfi a sport, egy férfi közeg, ahol mindenki szupermodellek, és ott van egy meleg. Ez, Gyuri, ez vírust, ez antitest. Ez fura. De ez nem a, ez ugyanez igaz. Ez nem vírus, ez hülyeség, ez rossz érv. Még egyszer mondom, hogy nem terjed. Jó, nem arra akartam. Ez terjed, nem, hogy valaki egy, megtörölközik egy törölközőt, és átadja sejt. Neked, és akkor te is azt nem, leszel. Nem, egy rákos sejt, úgy értem. Ez így mennyivel ez jobban? Ez sem igaz. Mű. Ez is rossz, és szörnyű. Ebben a közegben... Milyen analógia már rákos sejt? Hát azt akarom mondani, hogy jó, az se jó, mert az is terjed. Nem bomlaszt ő a szexualitásával. A szexualitásával... De megtörli azonnal, meg fölbomlasztja viszont az egész mindent, a nyugalmat. Irritálja a többieket. Igen, de én értem. De a többieket is a saját egójuk, tehát igazából egymás miatt irritálja. Hát meg ez egy férfi munka a maffia. Jó, de nem is az, hanem itt mindenkinek a tekintély a legfontosabb. Hát az és a valaki be is dobja, azt hiszem talán a Szilvió, hogy most ha legközelebb találkozol, megcsókolod? Igen. Milyeket? Igen, fiziológiai oldalról fogja meg, és igaza van abba is. Nézd, mert ebbe is igaza van. Nagyon sok mindenben igazuk, én nem azt mondom, hogy nem. Csak igen. Azt mondom, hogy tehát, hogy ez milyen már, hogy meg kell ölni. Jó, egyébként röhelyes. A Tony nem akarja megölni. Én abszolút egyetértek a Tony, hogy akkor küldje le Atlantic Citybe, ki nem szarja le. Persze. Semmi gond nem lett volna ebből. Tehát, hogy ezen túl lehet lépni. Gyengülést jelent, tudod, igen, ez igen. Már gyengülés. Itt ez van. Ő már ez így is kifelem. Pszichiáterhez jár, vagy pszichológus. Igen, igen, és jön a Phil Leotardo, az meg a kőkor. Igen, igen. Tehát az igen. A kőkor ember. Az a dél-olasz, ekte tahó állat, aki nyilvánvalóan ezt nem fogadja el. Hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy természetesen végig beszélve már 600-szor ezt az egész kérdést, hát nem is akarunk erről feltétlenül beszélni, hiszen elfogadó világban élünk, de egyébként... Szerintem nem, de mindegy. Ja, jó, hát akkor én elfogadó világban élek, de jó, mindegy, ezt akkor majd még beszélünk erről, de itt az egész beszámomra, hú, hát borzasztó látni, hogy két motoros férfi egymásra ugrik, ez még mindig szörnyű nézni. Fura, nagyon. Nagyon sajnálom. Igen, az hát igazság, mi hogy... Mi részrehajlóak, és egyébként, mert... egyébként minél maszkulinabb, annál groteszkebb. Hát így nem? Van, pontosan. Mert nem mondom azt, amikor... Figyelj, meg váratlan, melbevág minket, mert nem számítasz rá, mert amikor elmentünk a Nagy Sándorra, és kint állt valami teraszon a Colin Farrell, meg igen. A Jared Leto, össze... és hirtelen a párbeszéd semmiből nem következett számunkra, hirtelen annyira bensőséges lett, és tudom, hogy emlékszem, ez egész mózi fölmorajlott. Igen. Mert nem, mert kényelmet megérezte magát mindenki. Még nem illett oda. Igen, de még hagyjál, mert a Jared Leto az mindegy, az legalább ilyen kis szépfiú gyerek, igaz, hogy zavarba ejtő, hogy nagy szemeivel nézett ott. De itt, ahogy van ez a szakállas csávó, hát szörnyű. Tehát szörnyű. Igen, tehát, hogy ezek egymásra fanyalodnak egyre felül, most nem a fanyalodás a legjobb szó, hogy kiszúrják egymást az asztal két túlnál. Annyira semmi. Eleve a vító bebuzulása szörnyen undorító, Gyuri, mert azért ugye, hogy nem volt ez bevezetve az előző évadokba, vagy hát én tény, nem hogy, vettem tény, észre. Hogy az ötödik évadban semmiből. A semmiből jön, és hirtelen viszont tényleg olyan feminin alkattá válik a kis golyófejével, meg ebben az ilyen kis döcögős járása, mint aki állandóan farba tosztak. Jó, nem, én nem társítok ez ilyen, nem is akarom ezt így elképzelni. Szóval, hogy jó, de hogy érted, egy hirtelen engem, tényleg engem ilyen nem alkat ez, nem ez érdekel. Egyébként az a lebukás, hát az bazd meg. Tehát, hogy ennél nem lehet jobban lebukni. Igen, annyira jó. De mindig lebuksz. De mit élhet? Tehát mindig lebukik mindig mindenki mindennel. Minden, így van. Ugyanúgy, ha mondtosan. Csalod a feleséged, azzal is lebuksz. Előbb-utóbb lebuksz. Mindenki lebukik mindenben. Mindenki, ez így van, ez annyira borítékoltó. Ábel is lebukott már egy-két dologgal. Mivel bukottam meg? Rohadt dolgokkal, de megeskedett, hogy nem mondjam el. Mi van? Na igen. Szóval hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy a Vito nagyon rábaszott, szegény. Nagyon, és egyébként szerintem ott még 20 kilót lefogyott volna, ha a pánikból nem zabál be azonnal. A szegény ember, aki ennyit fogyott így a gatyájában. Ténylegesen fogyott akkor a valóságban is hát az ember? Mert nem emlékszem, hogy hogy nézett ki az első meg. Kétszer ekkora volt. Nem emlékeztem, csak azt tudtam, hogy ilyen kis golyó. Nem, a valóságban is fogyott, és viszont olyan jól mutatja ezt, hogy amint ugye lebukik, ja. És felhívja hajnalba a Szilviót, és utána ül, és így eszi a csokis kekszet. Igen, stresszevés. Jaj, nagyon rossz. Ez egész szál szörnyű. Igen. És
És az is szörnyű, ahogyan oda sompolyog a Tonyhoz. Igen. Tehát, hogy tudod, mindenhogyan viszonyognak tőle. Mindenki viszonyog tőle. Hát, ja, ja. És aztán természetesen borzasztó, hogy véget ér ez az egész, mert az teljesen illetéktelen, hogy tényleg jön ez a paraszt állat, és akkor egy kvótázom. Ebben az évadban a New Yorkiak egyszerűen kompromisszumra teljesen képtelen római köcsögök. Ja, ennyi. Ja, ja, tehát, hogy ők itt ilyen az van, amit ők mondanak meg, ahogy ők akarják kész, és mindenki dögöljön meg. Persze. Nagyon, nagyon el van túlozva. Ezt előbb kellett volna, és nem ennyire szélsőséges. Na ebben viszont már egyetértek, hogy el van-e túlozva, azt nem tudom, hogy milyen volt, van ez a valóságban. A korábbi évadhoz képest ez egy ilyen túlpörgetett tahúság. Na itt látok én néha időhúzásokat, de nem a sorozat elterül, hanem maga a műfaj, hogy eleve nekem kései a két csoport összeugrása. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen hatalmi harc elkövetkezhetett volna, akkor ebben mindegy. Még egy adalékot engedj meg ehhez a Vito témához, ami... Hát... Személyes kalandot mondasz most? Nem személyes. Te annyira hülye. Nem tudhatom. Nem, hanem azt, ami azért kényes téma, de szerintem kell róla beszélni, főleg Magyarország legőszintébb csatornán, hogy ha az egész nő bejátszódik le... Senki, mindenki filmben, nyáladzana rá otthon, így van, pontosan, rá az egész többek társadalom. Között mi? Már nem a recskánát állat, hanem annál, hogy... Hogy beszopattad magad? Nem, hanem hát egyszerűen az van, hogy... És akkor erről is kell beszélni, tehát, hogy van két motoros fószer, és összeakad a bajszuk, hogy ez... Miközben érted, ha van két motoros csaj? És hogy a női maffiából két hát szólja, akkor tapsolunk. Ja, te is, én és is. A Tony is azt mondta, hogy így fogalmazott a Kőszegi Ákos hangja, hogy ha bár az a leszbikus nyalifali, azzal a Jennifer Beals-szal az. Pontosan így. Ő még, hogy mondjam, ilyen középkorúan idősödve fogalmazza ezt meg, mert azért nyilván korábban a leszbikusság is egy olyan nem beszélünk róla a téma volt. Ma viszont nyíltan mondjuk ki, hogy az, hogy két nő van együtt, tehát hogy ez egy húzóerő egy filmben, vagy egy izében, tehát hogy pontosan tudják az alkotókat. De meg nem csak azt, hanem az nekünk tetszik. Így van, de nem? Igen, ezt dobtam. Tehát, hogy ez egyszerűen, tehát hogy van egy kurva jó nő, akit jó nézni, oké. Okay, van egy kettő? Másik, kettő, ez az így van. Twins? Twins? Igen, az a legjobb. Igen, igen. Igen, hát szóval ez jó, Magyarország ez... legőszintébb, csatornán ez is szóba került, szegény Vito. Hát most mit, Dennis, nem etted, hogy hazudjam azt, hogy az egyiket, tehát hogy nem fogom azt hazudni, nagyon sajnálom. És ennek nyoma van, mert tény az, hogy a Vito, ahogy itt megjelenik, és bejön ebbe, viszont én sajnálom őt, és a szimpátiám az övé, és nem akarom kinyírni, mint ez a barom állat. Meg nem így, ez az egész így szörnyű. Hát persze, hogy szörnyű, ez borzasztó. Ez az egész így szörnyű, és a következményekről se feledkezünk, mert van következménye, mert ahogy a Phil Leotardo nevezi, a szar nem esett messze a nem tudom mitől. Vagy, idióta. Tehát, hogy a fiával ami történik. Hát tudom. Öregem, az is mennyire undorító az a fiú. Persze, borzasztó. Borzasztó ez az egész. Persze, igen, ez nem ezt így nem lehet csinálni, pláne nem, mert megérkezünk nyilván abba a világban, ahol tényleg kezelnünk kell azt a kérdést, hogy oda jön a Gyurihoz a fia, hogy, és Gyulának hívják, és akkor azt mondja, hogy nem, nem hívnák, ha lenne fiam Gyulának. Jó, akkor ifjabb Gyuri. Rómeó lenne. Gyuri Rómeó. Vagy valami hasonló. Szóval oda jön Rómeó, és azt mondja, hogy hát nem Juliskát szeretem, hanem Leotárdót. Érted? Leotárdót! És hogy hát akkor nyilván most már azért kell készülni arra, hogy most erre mit mondjuk, mert nem lehet ezt csinálni. Nézd, hogyha a gyereked oda jön, úgyis ugyanazt mondanád, amit a Vice című filmben mond a alelnök. Mit mondom, már emlékszem. Hát ugyanazt a gyerekének, hogy tehát ők ugye full azon az oldalon igen, vannak, igen. Hogy ez ellen politizálnak, de a lányának azt mondja, hogy persze. Ja, a boldogságod a legfontosabb. A boldogság, hogy hát igen, hát most persze. Minden szülő ezt mondaná, én azt gondolom. Aki... Nem hiszem, azért szerintem nem. Csak ez nem, ja. Ez nem így működik, hogy akkor igen, azt mondom, hogy fél nem, lehet, nem lehetne, hogy ne legyél az. Ebben, persze, ezt mondom. Hát ebben birkózzon meg mindenki, ahogy tud. Mindegy, a sorozatban ez is volt. Jó, ugorjunk vissza oda, hogy a Tonyt meglőtték még. Igen. Ott nagyon szépen átjön az ebbe az évadba, hogy gyakorlatilag csak a családra lehet számítani. Amit egyszer mondott, nem tudom már, hogy a Tony mondta ezt, de gyakorlatilag a család, a kiterjedt család tagjai ott virrasztanak, a Jenny-szék, a Barbaráék, mindig valaki ott virraszt, próbálják a lelket tartani a Tonyba. Mindenki más körülötte sakálmódra viselkedik, ja. És már az első emberei, akikről azt hihetnénk, hogy ugye ott védik az utolsókig a Tonyt,
a Póli, meg ezek, már azon izélnek, hogy a Tony földobja a pacskerját, és odadok 100 rongyot a Kármilának. Ne is gyere nekem. Valóban ez olyan gusztustan, amit ott művelnek. Ne gyere nekem tényleg a Pólival, tehát én annyira meggyőzöm. Az egy uzsorás, az egy utolsó uzsorás, és hogy itt is ez olyan, hogy tényleg, hogy ő nem bár a rendszer hibái, tehát, hogy mondjam neked, azért a Póli gondolatában is van jogosság, mert ez meg annyira röhes, akkor segítsük meg az asszonyt. Meg kell segíteni egyszer, az asszonyt. De így működik a rendszerük. Tehát, hogy ezzel nem tudsz mit csinálni. Csak szomorú. Akkor, amikor nem kényelmes nekem, akkor nem akarok része lenni a rendszer. Ez így nem tetszik. Ez akkor valaki vagy fullba nyomja a maffiózót, vagy nem. Ez vagy sehogy. De egyébként a Póli ebben az évadban a minden fassága ellenére, amikor meghal a Krisz, és akkor most ugorjunk ide át. Hát ez a legjobb. Amikor meghal a Krisz, akkor utána egy mondat elhangzik a Pólitól, amiből 100-szor több kellett, hogy hangozzon el, amikor azt mondja, hogy mindig basztattam a Kriszt, meg hogyha ha nem kokózott, vagy nem ivott, meg állandóan összevesztem vele a hülye pénzt. Ja, ja, ja. Ebből sokkal többet kellene hallani egy embertől, és akkor jobb ember lenne. Ez így van, hát a nevelés, tehát pedagógiai szinten ez egy pöcegödör. Igen, egyik hülye, mint a másik. Tehát tényleg egyik hülye, mint a másik. Az, ami a gyerekkel történik, az meg... Hát azt mondtam a feleségén, vagy a barátnőjénél, hogy az ártatlanság halála, mert az tényleg az is volt. Nála nyilván nem. Itt egy sorozat egy hirtelen nagyon megőríti a Kriszt, szerintem. Tehát hirtelen teljesen bevadul a Krisz, és nem azt mondom, indokatlan dolgokat csinál, mert illik az események sodrába, de nekem túl gyorsan elkezd ilyen kontrollatlan baromállatba átmenni. Igen. Fejbelő, kidob, megrúg. És hogy egy kicsit már azt érzed nézőként, hogy a Tony jogos, amit csinál, mert hogy most már ki kell venni a képletből, de közben még nem. Közben... Hát ez botrány. Jó, ezt nem éreztem, hogy jogos. Értem, hogy a Tony mit miért csinál, csak teljesen embertelen. Ez teljesen. Tehát teljesen kiüresedett ott a Tony. Nekem voltak érzéseim a Kriszt iránt. Hogyne, mindenki. És a Tonynak ezek szerint semmi. Hát ez az, hogy, és első ez már tényleg a belső család, tehát ez után kijön a fia. És nyilván ahhoz már nem nyúlnak. Igen, de nem ez a durva. Persze, tehát ezt kezdtem el mondani az ötödik évadban, hogy a Tony elkezdi az embereit így lekaszálni. Ja, ja. És még a Pólit is majdnem kinyírja, mert nem, a Póli őt irritálja. Ezt egyáltalán az engem is. Azt nem jó, látom. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem ölhetsz meg mindenkit magad persze, körül, mert idegesítenek. Persze, tehát, hogy szörnyű, hogy mindkét rokonát kinyírja. Ja, ez mennyire gáz már? Botrán, igen. Idáig húzza be a pokol. Őt meg a nagybátyja próbálja meglelőni. Ja. Hát igen, egy nagyon sok sebből vérzik ez a család. Meg a maffia. Meg a maffia. Tehát, hogy meg az erőszakos az élet igazából. Persze. Az, aki pisztolya, mászkál, meg ez az ügyeknek az elintézési módja. Hát igen. Abból öregkorára lesz egy junior, aki ugyanúgy pisztolyhoz nyúl, amikor majd fél. Idióta. De kétlem, hogy az én nagy múterem megpróbálj majd egyszer, és lepuffantam értem. Amikor így megérdemli. Tébolyult állapotában. Tehát. Ja. Hát, ja. Ez van. Aztán akkor nyilván kezelni kell ebben az évadban külön az AJ-nek a kérdését, aki meg hát megint csak egyébként egy jelen problematika. Na az igen. Az ifjúságnak a elsivárosodása, a depresszió általi vonzása. Meg is. Az információ korlátlan hatása rájuk. Hát igen. Tehát ez megnézed, tényleg mit csinál? Amúgy ez a legbutább, haszontalanabb idiót a hülye gyerek. Hát még akkor is, amikor az apja kórházban van, elképesztő, hogy mennyit tud ártani ez a gyerek. Hát jó. Tehát egy kretén, tökéletes választás a gyerekszínész, mert az is pontosan, nagyon pontosan úgy néz ki, igen, ahogyan viselkedik ez a karakter. Igen. De aztán hova fordul? Elkezd kiragadja a környezetet, kiragadja a terrorizmust, és egyszerűen ezek egy social justice warrior lesz belőle, igen. Akit megőrít és agyonnyom a világot sújtó nehézségek. Mondva tudom. Csinált, vagy valós nehézség. Igen, és tehát, hogy ő felerősíti ezeket, és alkaidás oldalakat néznek minden, és belebolondul. És elmegy katonának, ez katasztrófa. Ez katasztrófa. Ez egyébként a modern egyetemi társadalomnak is szerintem a nagy-nagy veszélye és nagy-nagy sötét oldala, hogy felültetik őket olyan lovakra, amik vagy mondom nem is valós lovak, vagy pedig, hát mondom, ilyen divat örjöngéseknek lesz. Ez egy az egyben Franciaországban indult a 60-as években, akkor dobódott el ez a kocka, és nem a jó irányba. Na jó, de ennek sok kifutása van, mert tudod, itt azt is kell nézni, hogy egy zaklatott háttérrel rendelkező fiatalból lehet egy radikális Persze, terrorista radikális, is. Radikális. Tehát az, hogy az Anthony a terrorizmus ellen van és attól fél, az a jobbik eset. De ez kifuthatna az ellentétes irányba is. Hát tény, történelmi tény, hogy a legtöbb egyetemi ilyen jellegű, ilyen rendbontó mozgalom az marxista eredetű mind, és egész egyszerűen pont ezt lovagolta meg az ilyen embereket is. És akkor tudod, idáig vezetett el.
Na mindegy, szóval az AJ-t egyszerűen sajnáljuk is, meg mérgesek is vagyunk rá. Tény azonban az, hogy egy szerető, odafigyelő családba, ami nem arról szól, hogy a Carmelának az életvitele az fenntartott, és hogy a Tony megy öldökölni este, hát egy ilyen családba lehet kifutást teremteni a gyereknek. Ugyanakkor ott van a másik példa is, a Meadow. Akivel semmi gond nincs, szóval nem tudom. De nehéz. Tudod miért? Mert a Meadow példája az egyébként, és ez nem is baj, hogy női, mert ez szerintem gyakorta a nő. Én például ugye a tanítás miatt tisztán látom is, hogy a lányok relatíve korán ráébrednek arra, hogy ők okkal, céllal vannak ott, és nagyon szépen építik a jövőjüket, tudod? Tehát ők gyűjtik a pontokat, jegyeket szereznek, ezt már rég nem lehet elintézni abban, hogy a lányok azok tanulósabbak, vagy ők izébbak. Nem, arról van szó, hogy a lányok tényleg valószínűleg valamennyivel korábban érnek, és ők fölfogják azt, hogy hát be kell kerülni egy egyetemre, állást, jó állást kell találni. A Meadow szépen megvilágítja azt, hogy ő kezdeni akar magával valamit. És tényleg gyakorta ez van, hogy a lányok hamarabb és jobban rájönnek erre, mint igen, a fiú. Igen, de az Anthony viszont, tehát hogyha a Meadow egy tipikus eset, akkor az Anthonyra nem tudom, hogy mondhatjuk, hogy tipikus. Tehát, hogy ő viszont egy másik véglet. Ő az, aki kurvára nincs tisztában azzal, hogy mit kezdjen az életével, nem tipikus. Fog fel semmit abból, hogy tanulni kéne. De ez nagyon tipikus. Hát ennyire? Nagyon. Tehát azért ez különösen, a kallódásnak a magas iskola. Különösen. Ennél már csak a Shamelessből a Lipa rosszabb, aki még azt iszik nem ismerem, is. Sajnos. A csávó meg az egy tök tehetséges gyerek, de szétissza az agyát. Nézd, én szerencsés helyzetben vagyok, mert egy olyan iskolában tanítok, amilyenben, de azért alapvetően nagyon sok olyan szinte mindenhol érződik ez a motiválatlanság, tudod, és ez egyre erősebb. Tehát, hogy nagyon nagy az a vonzó erő, ami szívja be az embereknek azt a fajtáját, akik nincsenek olyan akaraterővel mondjuk megáldva, de nem is akaraterő kérdése. Nézd, nincs hobbi. Vagy nincs elképzelés arra, nincs hogy mit hobbi, akar. Nincs elképzelés. Tehát már túl vagyunk azon, mert nálunk voltak kutyaütők, mondjuk, hogy a mi évjáratunkban hogy sok kutyaütő volt, de tudod, az egyik szeretett BMX-ezni, a másik robbantgatni, a harmadik mit tudom, mit csinálni. Ma nagyon sokat látok, hogy semmi. Mit csinálsz szabadidődben? Nem tudom. Tényleg nem tudja. Mit csinálsz hétvégén? Nem tudom. Hát tudom, filmeket ajánlunk. Nézd meg az Apokaliptót, mert hogy vesszük az Amerika meghódítását. Tudod, hogy hány nézi meg? Tehát egy 20-valány jelenetet mutatok belőle. 20-valány fős osztályból, tudom, 3 ember. Hát ez egy film, 2 óra. Nagy már legyen idő. Meg 2 órás. Meg lesz, tök jó. De nem, mert valójában nagyon sok, és egyre több ember van, és ezért nagyon kell figyelni, nem érdekli semmi. És ebben nagy szerepe van ennek a multimédiás világnak, ami mindent így ráborít mindenkire. Ja, ja. És akkor tudod, megnézed a 10 perces YouTube videókat, nem az elgondolkodtatót, mint ez. Vagy 5 perceset, és akkor... Ja, szóval az AJ-ről, az AJ kapcsán ez jut eszünkbe, és ez egy kórjelenség is, majd lesz még videó, amivel ebbe foglalkozunk. Mindeneset az AJ, ahogy meg akarja... Nézd, ahogyan a mód az szörnyű, ahogyan hazamegy a Tony szegény, és ezt látja. Hát durva. És hogy ott ráüvölt, de aztán így magához öleli. Tehát végre egyszer azt látod, hogy apaként viselkedik egyébként a Tony. Igen. Nézd, az biztos, hogy a probléma az komoly nagyon egy depressziós ember esetében. Tudod, amikor meghalt a lánya, aki rendezte, az Zack Snyder. Ja, az Zack Snydernek, igen. És akkor meghalt a lánya, és akkor ő ugye eltűnt egy-két évre, és nem rendezett, még nem csinált semmit, és én olvasgattam nyilatkozatokat, és akkor végülis azt mondta, hogy mesélt arról, hogy a lánya milyen volt, hogy mindig próbálták elfoglalni őt, mindig adtak neki mindenféle munkákat, és mondta, hogy egyszerűen olyan jelei vannak az öngyilkosságnak, hogy ülnek a tévé előtt, és néznek valami tök kedves dolgot, és a lánya egyszer csak bedobja valami ilyet, hogy szerintetek van értelme annak, hogy én élek? Ja. Vagy tudod, ez ilyen végletes gondolatok, és ezek jelek, és ezeket nagyon oda kell figyelni minden családba, hogyha egy gyerek így beszél, mert az nagyon nagy gondokhoz vezethet tényleg. Okay. És itt is látjuk, és egyébként a Meadow figyelmezteti őket, mert őnek is fura ez, tudod, csak az ember, amikor nem olvas ennek után, és nincs tisztában azzal, hogy ez hova vezethet. Hát egyszer beszéltünk erről hosszan, nem is, azt hiszem, az nem is videóban volt. Igen, talán egy élőben. Már ritkán beszélgetünk magánbeszélgetésekben, itt vagyunk mindig a csatornán. Hát élőben igen, és akkor beszéltünk erről, hogy van, akinek ez nehéz. Ugye én például olyan alkat vagyok, hogy számomra nagyon nehéz elképzelni is ezt. Ugyanakkor ez egy újpest is abszolút, tehát hogy ez terjed nagyon durván, és hogy egyre több embert emészt föl. Valahogy a kilátástanság tényleg a jövőnek a nem látása, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Ez egy kémiai állapot.
Tehát, hogy egyszerűen igen, tényleg érzem. Ezt mondtad rá. Igen, én meséltem neked az én flashemet, ami egyszer volt, igen, ami nagyon durva volt, tehát megdöbbentő élmény. Szóval, hogyha ezt érzik, ilyet éreznek ezek az emberek, fú, hallod. Jó, de nem, lehet, hogy ennek több fajtában is, nem csak biztos, kémiai. Biztos. Mert hogy akkor gyógyítható. Tehát nem, de az biztos, hogy nem csak egy ilyen gondolatiság, hogy én nekem ilyen gondolataim vannak. Tehát ezek az emberek rosszul érzik magukat, érted? Igen, igen. És számomra ugye mindig az a fura, hogy van, aki ok nélkül. Mert hogy van egy csomó olyan depressziós ember, akit ha megnézed, akkor ténylegesen, hogy, tehát, hogy normál család, szerető közeg, hát akár lehet, hogy az Zack Snyder is ilyen volt, hogy szemlátom, hogy nincs a ok. Tehát, hogy, és ez nekem ezért nehéz ez a kérdés, mert én úgy vagyok vele, tudod, hogyha én nekem egyáltalán lenne szabad időm, és mondjuk úgy érezném, hogy kicsit kilátástalan az életem, akkor levennék egy könyvet, tudod, de hogy ezt tudom, hogy nem így. Nem tudom, még egy hónappal ezelőtt a YouTube-on találtam egy videót, tök nem azért nyomtam rá, mert kutakodni szoktam ilyen témában, de hogy ilyen valami 1970-es években, vagy 60-as, valamilyen régi pszichiátriai felvételek, és akkor ott volt egy skizofrén ember, meg egy öngyilkos nő, és azokkal volt ilyen interjú, és tudod, ott látszólag teljesen normális, ahogy elbeszélgetsz az emberrel, csak ő elmondja, hogy hát ő így azt érzi, hogy ő így az élet elviselhetetlen, és ő meg akarja magát ölni. És már háromszor elkövetett öngyilkosságot, fölvágta az elét, és ott van benn, és próbálják rávezetni arra, hogy de hát nem tudsz valami szépet jót találni az életben, meg hogy nem félsz a pokoltól, meg ilyeneket mondanak, és azt mondja, hogy nem lehet rosszabb, mint ez az élet. Szegény, igen. Na most ezzel mit csinálsz? Ezzel mit csinálsz? Nehéz, igen. Ő azért is van ott, van, mert tudod, hogy ő már pszichoszomatikus jeleket mutat, tehát annak már tényleg vannak látványos megnyilvánulásai, míg az AJ inkább egy kicsit ebben a lételviselhetetlen könnyűségében. Így van. Tehát, igen. Hogy őnek ő egy ilyen nihilista, el van halmozva információval, igen. Túl sok mindent lát a világból. Meg cuccal. Igen, és közben nincs egyénisége, nem tudja, hogy mit akar, és ez ettől összezavarodik. Ez egy nagyon fő diagnózis, én azt gondolom, hogy több generációra is. Hát holott tudni kell, hogyha mi ott lettünk volna az AJ mellett, akkor azt mondjuk neki, hogy figyelj, ott van, nagyon jó kis csaja van az AJ-nek, ugye, akivel majdnem belegyullad az autóba. Előtte is tök jó csaja volt. Igen, azelőtt is, tehát, hogy hagyjad már, tehát, hogy hajrá. Nem mindenkinek ennyi az élet, például a Vitónak sem. Jó, igen, tudom. Hát egy kereszt. Tehát mindenki visz ilyen-olyan kereszteket, hát most akkor a Vito a meleg keresztet, és közben meg ők meg... Én nem hiszem, hogy jobban el... Vagy hogy mondjam, jó, el van kényeztetve az Anthony, ez tény. Drága dolgokat kap, meg minden, de azért nem természetellenes az, ahogy azt a gyereket nevelik mégse. Ja, én nem tehát, hogy ő is csak egy srác, ugyanolyan, mint az összes. Hát rengeteg ilyen van, nem kell ez mafiózónak. Igen, lenni. Igen, én is azt gondolom, hogy nem... Én nem is gondoltam, sőt, hát ennél mondom, ez egy tipikus eset a maga nemében. Azt a szeretetet, azt, amit ott Xboxozott az apjával korábban, az, ami hiányzik neki, valójában ilyenből kéne több. Jó, de én ezt egyébként feltételezném, hogy ez van. Tehát oké, hogy a sorozatban nem erre fókuszálnak ennyit, de biztos, hogy egy családoddal azért... Jó, de Gyuri nem tud. Egyrészt nagyon nem mindenhol. Tehát egy halom olyan esetet ismerek csak én, hogy az apa elidegenedik a lányától, a fiú az anyjától, vagy teljesen mindegy milyen irányba. Itt azt látjuk, hogy a Tony nem tanul, az egy teljesen hagyományos eset, hogy valaki nem tanul, főleg mondom a fiú, és mi a kommunikációja a szüleivel? Egy vég nélküli vita, egy csesztetés, tehát hogy ő már csak ezt beszéli a szüleivel. Ezen kívül ugye akkor elmegy végre dolgozni, de ott is here. És ez is egyre gyakoribb, hogy tudod, hogy akkor nem végzi jól a melót, vagy mit tudom, amit elcsesz, tehát, hogy akkor a Tony azért hogy lép föl egy csomószor? Hát irgalmatlanul lebassza az AJ-t. Tehát, hogy... De nekem ebbe pár tetszik. Hát persze, néha másik... kell. Igen. Hát hogyne, kell. Abszolút kell, csak tudod, itt már nincs igazi kommunikáció. Hát mit mond neki egyszer a Carmela? Hát azután már önmagában öngyilkos lehetne valaki. Hogy? Amikor valahogy joggal van fölhúzva a Carmela, és akkor azt mondja, nem is szeretlek téged, vagy valamit mond, valami irgalmatlan durvát. A Carmela mondja az AJ-nek. Valami durvát mond, valamilyen végletes. De az a kórházban van, azt mondja, hogy egy Isten csapása vagy nekem és mindenkinek. Igen, és akkor még mond. Ott mond, van egy mondat, ami már nem a kórházban, hanem otthon, amikor kb. Ilyet mond, hogy nem is jó, hogy élsz, vagy mit tenni, valami ilyet. Tehát, jó, tök mindegy. Ez nagyon nagy kár. Jó. Ez nagyon nagy kártétel. De, jó, nem de, akarom, de jó, most én nem tudom, én nem ennek a számlájára írom, mert ott tényleg egy kártékony idióta kis köcsög, aki csak nem, árt az egész családnak folyamatosan. Csak ez megint a pedagógia. Hogy na jó, de Ábel, tudod, abban a... Ne, én ezt nem fogadom el. Tehát ez...
Én nehogy már ezen, tehát a milyen snowflake már ezen, hanem ezen megsértődik, ami után folyamatosan árt és kibaszik a családdal, akkor, amikor az anyának a legnagyobb szüksége lenne rá, mert az apjuk élethalál közt lebeg, akkor bassza meg az a gyerek. De ilyet akkor sem mondasz. Ez olyan, mint amit mond a Matrix trailer elején, mondja a Neónak a Neil Patrick Harris, a Barney, hogy we don't use this word here, tehát hogy mi nem használjuk itt az őrült szót, tehát hogy nem mondod az őrültnek azt, hogy őrült. A gyerekednek... Ezt mondta, hogy őrült? Nem, csak ugyanezt analógiára mondom, hogy nem mondod a gyerekednek azt, hogy kár, hogy élsz, tök mindegy, mit csináltál előtte. Nem húzhatod föl magad ennyire. Hát ilyet nem lehet mondani, mert sérül, mindenki sérülésből cselekszik, tehát hogy a AJ is a sérüléseiből cselekszik, és tudod, ezzel megint csak oda löghetsz valakit a tönk szélére azért. Mindegy, ez egy sérül. Nem tudom, ez nekem fura, Ábel. Hogy... Tudod, hogy én a szigor embere vagyok, én szeretem, ha úgy lépnek jó, föl. Jó, én értem, csak... hogy mit mondasz, hogy elfben nem kéne ilyet mondani, de ilyen is van az a szituáció, amikor az a gyerek addig feszíti a húrt, amikor már a teljesen idegkimerült anya nem tud mit csinálni, és mindenki őt basztatta ott abba a körbe, míg az értem. Apja is hülyeségeket beszélt, és eldurrant az agy, és elküldte a picsába. Jó, nem megbocsájtatottan, nem azt mondom, csak hát veszélyes. Na jó, csak hogyha megnézed, hogy viselkedik közben az Anthony egy nihilista kolonc mindenki nyakán, akire semmit nem lehet rábízni, még annyit, hogy behozzon az apjának egy pulcsit, amikor a halál között lebeg, érted? Jó, és akkor, persze. Amikor az anyja eldurran ezen, akkor így még utána az Anthonyt kéne sajnálnunk. Nem ezt mondtam, tudod, az, hogy ez így végletes, tudod, és vigyázni kell a végletes mondatokkal. Jó. Te is szeretsz eldurranni, úgyhogy így érthető, hogy megérted a kármélet, de egyébként igazad van a helyzet értelmezésében, valóban amúgy is egy tök idegesítő csávó ez. Ráadásul nagyon jól mondtad, hogy a színész maga nagyon idegesítő. Nagyon durván. Ráadásul szerintem szar az igazság, hogy borzasztó szar színész, ez két arckifejezést váltogat. Igen, ettől tökéletes. Tehát ettől ezt a karakter tökéletesen leírja. Na és akkor hogy zárul ez az egész, Gyuri? Mi a véleményünk, a vagy nem is konklúzió ez? Miféle befejezés ez? Mondd jó ez, rossz ez? Nyilván tetszik, mint hát zenébe szoktam élvezni, ha nem a szokványos befejezése van egy zenének, valami érdekes, valami új. Sorozatban, filmben is jó az, hogyha eltér a szokványostól egy zárás. Ugyanakkor ez egy nagyon érdekes zárás. Tehát ez nagyon nem tud, ugye nagyon érdekes, hogy bemegy oda a WC-be az a valaki, most ki fogják-e őket nyírni. Tehát nagyon félsz, hogy az egész család meg fog halni. És ez bravúros ez a jelenet. Ez tény. Mégis azonban úgy örültem volna valami olyan lezárásnak, ami egy kicsit konkrétabb, hogy jó, ide jutottunk, vagy bemegy a Tony a börtönbe. Vagy én amikor ezt először néztem, és elértünk ide, én ezt nem hittem el. Tehát, hogy szerintem ez, azt hittem, hogy valami rossz. Tehát, hogy az a kopi, ami nekem megvolt, az hibás. Ja. Azt hittem, hogy itt most miért van sötétség, most mi? Nem értettem, hogy lehet így befejezni a sorozatot. A mai napig azt gondolom, hogy ez egy töketlen megoldás volt. Szóval nem merték meghúzni azt, amire utalnak itt. Mert itt nagyon sugallják azt, hogy ez a törvényszerű vége ennek a kardáltal hullik majd el szitu. Nekem nem tetszik ez. Mi az, hogy lekeverjük, és akkor sötétség van, és akkor megy tovább, az egyébként csodálatos zene. Tehát, hogy szerintem nagyon ez egy tökéletlen részé. Dolog, és emlékezz vissza, hogy még a Dexter végén is fanyalogtak sokan, de azért legalább a Dexter az egyrészt nagyon epik, ahogy a testvérét kiviszi a vízre, és aztán megtudjuk, hogy ő így elment, és kész számüzetésbe vonult, és ott van egy rohadt erdőbe. Ez folytatódik most, ugye? Most folytatódik, igen, de... De érted, hogy mit mondok? Tehát tudom, az egy befejezés. Az nem befejezés, hogy fekete képernyő, és nem tudjuk, döntsd el te, hogy mi történt. És akkor, mert tudod, ezt azért csinálták, mert nem akartak balhét. Nem merték bevállalni azt, hogy szarrá lövik az egész családot. Ebben nem gondoltam bele, én ezt nem is gondoltam. De így jó, hogy mondod. Amit észrevettem, mert most újra néztem ugye a kedvedért, hogy veled együtt haladjak, hogy a legvégén mindenki megérkezik. Leszámítva a Medót. Ja. És a Medóról tudjuk, azt hiszem, hogy terhes. Igen, és a Medó az, aki késve fut be. Igen, hogy szarakodik. És még mielőtt a Medó beérne, már fekete képernyő van. Tehát én ebből azt veszem le, hogy ők ezzel azt akarták, azt a helyzetet akarták megteremteni, hogy pont akkor, amikor a Medó bemenne, akkor lövik agyon az egész brigádot. De a Medót nem ölik meg, mert a Medó terhes, és őt mégse lőjük le. Én ezt gondolom, de mindegy, ez egy belemagyarázás, mert akkor is a nap végén az van, hogy ez egy tökéletlen dolog, akkor húzzuk be, érted? Csinálja meg. Tök mindegy, durva tehát hogy ez egy red wedding lett volna,
egy trónok harcai befejezés, és nyilván felkavarta volna a nézőket, de most ez miért jobb? Ez nem, az, jobb. Hogy, tudod, nem jobb. Nem, ne, ez nem jobb, ez szerintem se, ez a legrosszabb fajta befejezés számomra. Ez már nyilván, itt a nézőknek, nektek nagyon fontos lesz, az kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény. Ez rá van bízva most a nézőre. Művészeti értelemben itt lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz. De a kiinduló, tehát hogy mi motiválta őket erre? Az, hogy művésziek akartak lenni? Mert szerintem egyszerűen csak gyávák voltak. Ezt nem tudom. Mert én nem is gondoltam erre. Tök jó, hogy mondod, mert valószínűleg ez van egyébként, vagy tök könnyen lehet, hogy ez van. Nekem nem is jutott eszembe ez a verzió. Egyszerűen nem gondoltam erre. Egyszerűen az volt, hogy meglepődtem, és mondom, hogy hát jó, ez váratlan volt, meglepő volt, és valamilyen szempontból meg bátor. Nekem ez befejezetlen így. De hogy pont ez sokaknak meg befejezetlenség érzést ad, igen. Tud, ja, annak, aki olyan, mint én, aki a miniszírizeket szereti, és a mondjuk, hogyha lehet több évados, lehet 3 évados egy sorozat, de akkor az évad az 8 résznél ne legyen több egy évad, nekem ez így már eleve fura, mert mire elérkezünk a 90-valahány rész végére, jó, itt nincs annyi, nem tudom mennyi van, 70, tök mindegy, valami sok. Hát mire megérkezünk oda, nem, mert több van, hát mindegy, tök mindegy. Addigra már eleve nem tud akkor átütni rajtam egy ilyen dolog, vagy az se, hogy agyonlövik őket, sajnos. De a sorozat érdeme, hogy még így is bent tartok bőven, és egyébként feszültségteremtése jó a vége, nagyon feszült. Az biztos. Nagyon fél. És nagyon sunyi arcok mennek, igen, be. Nagyon. És sokfélék. Igen. Tehát több, igen, mindenkiről is gondolhatnád. Amúgy kik csinálták volna azt így, hogy a Leotardo halott? Ki akarta megölni a Tonyt? Azon kívül majdnem mindenki. Ez a Bucci, ez egy fura karakter volt, tudod, az a félszemű. Ja, igen, igen, igen. Ő nem olyan jól megírt, mert ő az, aki a konfliktusokat szítja New York részéről. Aha. De aztán a végén ő táncol vissza, nekem ez nem tetszik. Én azt érzem, ámblok az ötöd, vagy a 6. évadnál, hogy ott így hirtelen valaki eldöntött, hogy gyerekek, ezt be kell fejezni, írjuk ezt át, és szerintem ott nagyon sok karakter egy kicsit kilép a saját kereteiből. Egy kicsit felpörög, és nem szeretem ezt. Én ezért vagyok annak a híve, hogy olyan dolgot kell megfilmesíteni, akár filmbe, akár sorozatba, ami kész. Aminek van egy kerete. Hát tudjuk az elején, tudjuk, így hogy van, hova fog kifutni, hát és nem menet közben írjuk. Hát ez itt a lényeg. Ezért mondtam én is mindig, és örülök, hogy egyetértünk ebben, hogy egy élhetetlen baromság az, hogy valami sikeres lesz, és ráírunk 4 évadot. Hát igen, itt sérül, igen, annyi minden sérül. Ez tényleg nem szabna engedni. Hát, nagy, vagy ultra jó írók kellenek tényleg, mert hát biztos lehet ilyet. Hát meg lehet, tudod, de azért... Nem nagyon látjuk ezt sűrűn. Tényleg nem látjuk. Nem sok olyan sorozat van, aminél egyre jobb lesz évadról évadra. Hát, őszintén szóval, pláne az, hogy a vége is jó legyen. Mert olyanból meg aztán alig, mert egy Lost... De egyébként a Lostot nem azért... Tehát aki nem látta a Lostot, azt azért emlegetjük a mai napig, mert az a ránk legnagyobb hatást gyakorló sorozat élmény annak az első 2 évad, a mai napig. Fantasztikus. Az egyszerűen úgy volt megcsinálva, olyan mesteri volt, olyan félelmetes volt, annyira tele volt rejtéllyel. Öcsém, imádtuk a Lostnak az első 2 évadát, de ott is láttuk ezt, hogy még a 3. úgy elment, de a 4. már és a vége, igen, meg azt hiszem 5 évados, az meg ilyen nech. Tehát, hogy mi volt az utolsó évad? Nagyon már, az össze van dobva, ott már megint már. És megint ott is hülye befejezés volt, vegyük hozzá. Igen, az is furcsa. Furcsa. Az nettó Bobby élmény, az is egy szinte Bobby élmény már. Az nem az, hogy álmodja, hanem, hogy mindenki halott. Hát... Tudod, Lost befejezés. Kicsit a Mafiózók befejezés. Trónok harca befejezés. Ja. Mindegyiknél ugyanez van, hogy látod, hogy a végén csekélyebb emberek írták oda. Jó, most ezt nem mondhatom, nem a Mafiózókra, mert ez ott valószínűleg ugyanazok írták. Igen. Csak azt mondom, hogy... Arról is van szó, Gyuri, hogy ha te, én nem tudom, kondizol, és neked van a kondihoz 80-90 percnyi energiád, és annak van egy íve, és van egy pillanata a kondizásban, amikor azt érzed, hogy most megvadulok, kész ez a csúcs, bármit fölemelek. Aztán tudod, akkor ott vége. És akkor utána elfáradsz, és hazamész. És megvan az íve. Ezt, ugyanez igaz egy ilyen jellegű művészeti alkotás. Itt vannak tetőbb. Nem lehet ennyi tetőpont. Nem lehet 20 tetőpontot írni gátlástalanul. És aztán a végén azt várni, hogy legyen egy még nagyobb tetőpont, aminél már egy családtörténet még tényleg hagyján, mert azt tényleg el lehet nyújtani a büdös életbe, ameddig akarod, ameddig él a család. De azért még itt is necces a sztori. Na jó, hát minden esetre, ha már beszélni tudtunk ennyit egy sorozatról, akkor az... Igen.
Persze. Az, elsősorban a karakterek érdeme, én azt hiszem. Itt a karaktereket élveztük leginkább. Ez a sorozat nem a nagyon nagy fordulatoktól volt jó. Mint ahogy ma egyébként szinte minden film. Csak a váratlan fordulat van méri azt, hogy ő mennyire jó. Igen, már én is megfertőzöttem, hogy mi a sorozatot illeti. Már én is fordulatfüggő vagyok egy kicsit, ez tény. Vagy pedig egy nagyon jó szellemi utazás híve vagyok, de... Igen. De azért minden esetre bőven jó volt ez nekem is. Na de, nem ezzel zárul ez a kis etap, mert hogy nem sokára jön az előtörténet film, igen, ugye, ahol látjuk majd a James Gandolfini való életbeni fiát, ő fogja játszani majd a fiatal Tony Sopranót, és találkozunk majd a Chris Moltisanti apjával, ugye. Kb. Ő az egyik főszereplő. Ő lesz az egyik boss, igen, boss. Vagy hát fontos karakter, úgyhogy ezt izgatottan várjuk, és ezzel jövünk majd vissza. Így van, nem sokára itt találkozunk, és sorozatról is fogunk beszélni, mert képzeljétek el, bocsánat, ez már olyan jó végszó volt, de, nem baj, akkor nem baj, ha még ezt elmondom. Ez egy örömhír. Ez egy örömhír, hogy én nem tudom, így az ilyen kisbabával való foglalkozások szüneteiben úgy döntöttünk, hogy jó, jó ez a rövid formátum, és akkor úgy gondoltam, hogy a Stranger Things-re ránézek, és nagyon-nagyon durván tök jó volt az első évad. És áradozó leveleket írt az Ábel, azt mondta, hogy ilyen tök jót még nem láttam. Mondom, sorozatról beszélünk, igen, biztos? Igen, és akkor gyorsan mondta, hogy úrnak valóban, ja, úgyhogy most akkor ő is nem tudom, hogy állsz. Még nem kezdtem nézni elnézést direkt, de dolgozik, meg most a gyerek. Ja. Meg mondtam neki, hogy a Jack Ryan című sorozatot is meg kell nézni, az csak rásul 2 évad, és az is rövidke. Valami üzletet is kötöttünk ott egymásra, hogy te megnézed azt, én meg mit csinálok. Szerencsére az a rész elfelejtődik. Fizetsz egy csomó pénzt. Na mindesetre 2 sorozatot is megnézünk a közeli valamilyen jövőbe, és fogunk ezzel jönni, úgyhogy minden szempontból itt. Sziasztok!